tavaly döntött úgy Debrecen közgyűlése, hogy ezt a területet átadja bölcsődei fejlesztés céljára a metropólia részére, tekintettel arra, hogy a megnövekvő igények miatt a minőségi bölcsődei ellátásra igen nagy szükség van ebben a város részben is. És hát nagy örömmel mondhatom azt, hogy Debrecenben az egyházak, és így nevezetesen konkrétan ezen projekt kapcsán a metropólia, a görögkatolikus egyház és az önkormányzat között nagyon jó együttműködés alakult ki. A városi intézményi ellátó rendszerének működtetésében nem egy lábon állunk, hanem sok lábon állunk. Az egyházak nagyon erős szövetségesei a városnak a nevelésben, a gondozásban, az oktatásban, a szociális ellátásban. Jó érzés azt megtapasztalni, hogy egy ilyen erős szövetség mellett sikerül komoly előrelépéseket elérni, fejlődést, fejlesztéseket elérni ezeken a területeken. Nagyon jó a szövetségesi kapcsolat, hiszen maga a görögkatolikus egyház is eddig is már óvodát tartott fent, tart fenn, ugye általános iskolát, középiskolát tart fenn itt Debrecenben, és hát most már a portfólió egy bölcsődével is gyarapszik. Elsősorban a környék polgárainak ellátási színvonalának a növelése érdekében. Úgyhogy örömmel veszek részt ezen az eseményen, és nagyon bízom benne, hogy 2024. októberében, pedig már annak örülhetünk, és azt ünnepelhetjük, hogy a most elhelyezett alapkő után a bölcsőde is megnyitja majd kapuit, és fogadja a legkisebbeket. Egy dinamikusan fejlődő városban fontos, hogy a városvezetés, a városirányítás, a város közgyűlése az élet minden területére koncentráljon. Ne legyenek olyan területek, ahol hiányosságok vannak, amelyek lemaradnak más fejlődő területektől, és úgy éreztük, hogy a bölcsődei ellátás tekintetében van feladatunk. Talán észrevették a szemfülesek, hogy a szertartáson belül Szent Anna tropáriát énekeltük el. Ugyanis a mai naptól ez a görögkatolikus bölcsőde, a Tócoskerti Szent Anna görögkatolikus bölcsőde nevét fogja viselni. Jézus nagymamáját választottuk, ő lesz a védőszentje ennek az intézménynek, ennek a gyerekeknek, ezeknek a pedagógusoknak, akik ide jönnek, és azoknak a családoknak, akik ide hozzák a gyermeküket. Azért is, mert a bölcsőde, hát valamelyest a nagymamák feladatát látja el. Szép dolog, hogy számtalan bölcsődét építünk egyiket a másik után, de még szebb lenne, hogyha a nagymamák, a nagyszülők visszakapnák a maguk helyét a nagy családokban, ahol sok gyermek van, ahol elengedhetetlen, hogy ott legyen a nagymama, a nagyapa, a család, a három, legalább három, néha négy, öt nemzedék is együtt él. Van néhány görögkatolikus családunk, ahol öt nemzedék is számlál egy-egy család. Hát ez a bölcsőde a nagyszülőknek a szerepét, helyét fogja átvenni. Amíg a szülők elmennek dolgozni, ők itt a gyermekek olyan biztonságos, szeretett közegben lesznek majd, reményeink szerint, mindent megteszünk ezért, minthogyha a nagyszülők gondoskodnának róla. De ráadásul meg is kérjük Szent Annát, Jézus nagymamáját, hogy ő vigyázzon nem csak ezekre a gyermekekre, hanem az itt végzendő munkának is, ő legyen a pártfogója. Vagyis ezzel a családi szeretetet tesszük ennek a bölcsődének az alapkövévé. Ez az a válasz, amit mindenkinek meg kell találni.